Munkagépek dolgoznak a bártaszéki kövesdiáloknál, mely a város vízgyűjtő rendszerének fő ütőere. Az a szerepe, hogy a település külterületéről gyűjtse össze a lehullott csapadékvizeket. A patak állapota olyan volt, hogy nem lehetett tovább várni a tisztítási munkák megkezdésével. A költségvetés tervezésekor erre egy keretösszeget be is állítottunk, és az ajánlat kérések során úgy tűnt, hogy ennél úgy terveztük, hogy sokkal hosszabb kilométerben fogunk eleget tenni ennek a kötelezettségünknek, de most egyelőre a kövesdiároknak mintegy 2,3 km szakaszát tudjuk kotorni. Ez alapvetően a M6-os gyorsforgalmi úttól az 56-os útig terjedő szakasz. A védelmi rendszer másik szakaszának kotrására idén nem lesz keret, ám ez, mondja Bozsadik Robert, nem veszélyezteti a belső területeket. Az entai járók tisztítására a jövő esztendőre van előirányzat. Bár önkormányzati területen fogjuk elhelyezni a kitermelt iszapot, de mivel mezőgazdasági művelésben is részt vesz, lehetőség szerint ne okozzunk mezőgazdasági kárt, illetve azokon a szakaszokon, ahol nem megoldható, hogy közvetlenül az árok mellett helyezzük el, ott az elszállításra is gondoskodunk. Ez ebben a költségvetési évben maga a mellerkotrási feladat az mintegy 4 millió forintot fog majd felemészteni. Ha a munkák elkészülnek, biztonságosabbá tudjuk tenni a villámvizek levezetését, mondja Bátaszék polgármestere. Utoljára két esztendővel ezelőtt egy nagy esőzés után ezt a területet elöntötte a víz. Erre most a munkák végeztével már nem kerül sor.